A halászlény és a töltött káposztán kívül mi kerülhet még az asztalra? Hát társasjáték! Sziasztok, Miki vagyok, és ebben a videóban most 5+1 családi társasjátékot szeretnék ajánlani nektek az ünnepekre. Készítenél dementortát, medúzazúzát, hidratállal? A Lángművesek című társasjátékban bájos sárkányok segítenek mindebben. Menjetek el a boltokba, tüzeljétek fel a sárkányokat, szerezzetek nyersanyagokat, mindezt azért, hogy különböző finom, ízletes és érdekes, különleges bűbájokat készíthessetek, ezzel növelve a hírneveteket az egész városban. Küldjétek el habzsit, dőzsit, mézit vagy puszedit a boltokba, hogy minél több hírnevet szerezzen nektek, illetve egy Lángművesek társasjátékot. Legyetek ti az ókori Görögország legnagyobb építészei az Akropoliszban. Építsetek összefüggő lakónegyedeket, templomokat az isteneknek, erődöket, amivel megvéditek a várost a kívülről jövő támadásokról, és persze piacot, ahol a nép adhat, vethet, kereskedhet. Nem csak egymás mellé, hanem egymásra is építhettek épületeket, így téve értékesebbé a városotokat. Vajon melyikőtök építi fel a legértékesebb várost a karácsonyi fények alatt? Ha már fények, hadd mutassam benetek a Dixit univerzum legújabb csillagát, a Stellát. Míg a Dixitben egy mesélő gondolatát kellett kitalálnotok, a Stellában hasonlóképpen kell gondolkodnotok, mint a többi játékos. Ugyanúgy gyönyörű szép hatalmas festménykártyákat használtok, de egy adott témára kell minél több elképzelést párosítani. Pontozó tábláitokon több megoldást is bejelölhettek, de vigyázzatok, ha túl mohók vagytok, kihuny a fény és kevesebb pontot kaptok. A játékban 84 gyönyörű szépen illusztrált festménykártyát találtok, akárcsak a többi Dixitben, melynek nagy előnye, hogy a kártyákat szabadon variálhatjátok a játékok között. Az azul csokoládé műhely igazi ínyentség az azul rajongóknak. A csempék bombonszerű megjelenése mellett a manufaktúra korongokon megjelenő érdekes szabályok teszik izgalmasabbá a játékot fordulóról fordulóra. Lepjétek meg az igazi ínyenceket az Azul limitált kiadásával! Ha kevésbé konfrontatív játékra vágysz, a következő megálló London legyen. Ebben a válasz és ír típusú játékban a játékosok 4 különböző metróvonalat fognak építeni London városa alatt. A metróvonalatok fusson át a Temze alatt, haladjon keresztül minél több kerületen, jusson el különböző látványosságokig, és érintsen minél több csomópontot, így szerezzetek csomópontot. Ha kicsit de tartalmas játékot szeretnétek adni ajándékba karácsonyra, ez egy tökéletes választás. A tavalyi videómban a Canvas-t ajánlottam nektek, melyhez most megjelent a Tükörképek című kiegészítő. A játék különlegessége a megfordítható kártya, melynek mindkét felén különböző illusztráció van, a játéktáblán 2 sávra bővül a megszerezhető kártyák választéka, és egy új, aranyszínű szalagot is kaphattok festményeitek elismeréseként. Bővítsétek ki a Canvas festői vásznak társas játékot a Tükörképek kiegészítővel, és így lesz teljes a festményetek. Remélem tudtam segíteni, hogy játékosabb legyen a karácsony ezekkel a családi társas játékokkal. Kellemes ünnepeket kívánok!